Herkulesnél szintén az elektromos, azaz pedelek kerékpárok vannak a fókuszban. Ahogy itt is láthatjuk, többfajta modellt kínálnak, többfajta elektromos meghajtási rendszerrel. Amiket itt látunk, abban elől helyezkedik el az agymotor. Fönt van a kezelőszerv, ami minden látható, a sebességünk, a rásegítési fokozat, meddig jó még az akkumulátor, és hátul található az akkumulátor, méghozzá úgy, hogy a bringa semmit nem veszít a komfortosságából és a használhatóságából, hiszen a csomagtartó az teljes mértékben megmaradt, így bármilyen túratáskát is rászerelhetünk, így azoknak, akik mondjuk a hegyek között túráznának, de már nincs elég energiájuk ahhoz, hogy feltekerjenek csomagokkal együtt a hegyre, azoknak ezek a kerékpárok ideális választásnak minősülnek. Persze vannak olyanok is, akik egy hatalmas trekking kerékpárt nem tudnak elhelyezni az autójukban, azoknak is kínál megoldást a Herkules, méghozzá egy összecsukható kerékpár személyében, amely úgy szintén elektromos sávsegítő rendszerrel van szerelve, csak itt hátul található az agymotor. Az akkumulátort a vázban rejtették el, így nem is feltűnő. Elől pedig egy agydinamó kapott helyet, ami a világításhoz szükséges. A kezelőszerv ugyanúgy a kormányon van, és az egész bringát egy kis csomagba össze lehet csukni, és innentől kezdve bárhol könnyen szállítható. Azoknak, akik még idegenkednek esetleg az elektromos hajtástól, vagy a klasszikus kerékpárokat kedvelik, azoknak itt vannak a komfort kategóriás bringák, amiben látható például a csúcsminőségű angol Brooks nyergek, minden olyan kiegészítő, ami rajta van, ez a klasszikus holland dizájnra alapul, teljesen burkolt a láncvédő, a nadrágot sem tudja, a szoknyát sem tudja bekapni a kerék, tehát ezen a bringán minden kényelmi extra megtalálható, így a városi bringázáshoz szerintem ideálisak, és ha átmegyünk ehhez a másik két bringához, akkor végképp elmondhatjuk, hogy a Herkules gyártja az egyik legszebb kategóriáját a városi bringáknak. Hiszen a bőrmarkolattól kezdve, a bőrnyergen keresztül minden olyan alkatrész van rajta, ami a legszebb. És aki esetleg a Herkules kerékpárját szeretné még egy-két extrával tuningolni, az az XLC kiegészítőkből választhat magának bármit, lakatot, sárvédőt, nyerget, kulastartót, vagy ahogy a hátsó falon is látható, van itt ruházat kifejezetten nőknek, vannak itt cipők, kesztyűk, tehát minden, ami a kerékpározáshoz szükséges. Persze a csere alkatrészek, kiegészítők, markolatok, azok is megtalálhatóak az XLC kínálatában.